Október végén, november elején jött a felkérés Dél-Koreából, hogy adnának egy kis pénzt egy nagyjátékfilmre, de ennek az a feltétele, hogy a nagyjáték hosszúságon kívül, hogy áprilisra kész kell lenni a film. Mi akad bele? Átment a csomó? Igen. Rendezőkre utaznak, rendezőket választanak, és a világ különböző tájairól évente három rendezőnek kínálják föl ezt az ösztöndíjat, amivel lehet élni, és vissza lehet utasítani. De én nem vagyok abban a helyzetben, és nem is akarok abban a helyzetben lenni, hogy amikor tálcán kínálnak egy lehetőséget, akkor az kihagyja. Egyszer fölnézek. Színészet velejárója, hogy nem csak akkor kell, ugye, amikor szöveges feladat van, hanem amikor konkrétan a színész látszik, illetve hát az ő a figura, akit alakít, akkor bizony neki kell. Ebben a filmben persze megkíméltek egy csomó dologtól, ami esetleg totálban van, és nem vehető ki, hogy az pont én vagyok, akkor volt egy duplőzöm. Figyelj, tessék Ági! Hét történet, hét lakás, hét különböző emelet, ami egymás alatt van, és egy zuhanó nő néz be ezeken a erkélyen keresztül, vagy nem is az ablakon keresztül, és egy pillanatra belát emberek életébe. És mi elidőzünk ezeken a kis életeken. Indítsuk el! Figyelet, fölvételre készülünk, csendet kérek szépen! Minden lakásban azért valami nagyon nagy dolog történik, és talán pont a néniék életében nem történik semmi, és akkor ez készteti arra, hogy értelmetlennek lássa a létet. Hát amennyit én a forgatókönyvből így ki tudok venni, mert igazából nincs konkrétan leírva. Jó, mi? Nagyon sok improvizáció van. Nincsen snitlista, nincsen storyboard. Reggel csak azt tudjuk, hogy mennyi anyagot kell fölvennünk a forgatókönyvből. Én úgy fogalmaztam meg, hogy ezek ilyen szorongás történetek, ilyen univerzális emberi belső történetek, mindegyik egy-egy kis csodával, egy-egy kis fura álom, vagy rémálom, vagy ilyen varázslatos dolgokkal telítődik meg. Groteszk, vígjátéki elemekkel tarkított dráma lesz. Hogyha ráhajtom, akkor ilyen gyűlös vagy, pedig elvágom a sárcokat jön. Dobjon ki a cső! A néni zuhanás közben bepillant egy-egy emelet életébe, és mikor leesik, ugye ilyen furcsa, groteszk módon nem hal meg, vagy ütöletét leugrott, hanem visszamegy a saját lakásukba, ahol a férjével él. Régi elhagyott történeteinkből, amit nem fértek bele egyéb forgatókönyvekben, vagy nem sikerült megvalósítani, azokat vettük elő, és akkor a többit megírtuk, kitaláltuk, hogyha ezek a történetek már megvannak, akkor milyen smi történeteket kell még mesélni. Mindenre volt egy hónapunk, és úgy tűnik, hogy ez sikerült is egy hónap alatt kitalálni.